csúszi termékek. Arcade Champions. Pólók, pulóverek, bögrék és még sok minden más. Link a leírásban. Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb rosszázós videóban, ami ismét tele lesz újabb, frissebb információkkal, úgyhogy ha készen álltok rá, akkor kezdhetjük is. Ebben a videóban új skinekről lesz szó, nekik az áraikról, szóval ha készen álltok, akkor nézhetjük is az elsőt, ami nem más, mint Darylnek a remodelje. Bizony, ahogyan Brawl Talkban is hallhattátok, Daryl remodelt kapott. Így van, itt is van, egy kicsit így össze van nyomva a képernyő, ezt nézzétek el, nem lesz ennyire összenyomva maga a karakter, viszont szerintem iszonyatosan királyul néz ki. Én ezt elmondtam nektek, amikor láttuk is ugye magán a Finals-on is, mert ott is volt sneak peek, akkor már látható volt szinte így teljes egészében, és akkor is tetszett, de hát így teljes felbontásban pedig még királyabb. Azt a mindenét. Tudom, egy pár embernek egyébként nem annyira tetszik, amit meg tudok érteni, de nekem nagyon bejön ez a világ, és hogy láthatjátok is, nagyon részletesen ki van dolgozva, szerintem nagyon oda tették magukat. Nyilván itt ugye egy remodelről van szó, tehát ez nem fog kerülni semmibe, le fogja váltani a régi Daryl modellt, és gyakorlatilag innentől kezdve, hogyha valakinek meg lesz Daryl, akkor már alapjáraton is ezzel tud majd így játszani. Felülnézetből is rengeteg változás látszik. Tehát azért tényleg nem egy olyan remodelről van szó, ami esetleg csak a lobbyban lehetne észrevenni, hanem ugyanúgy, mint ugye Bónál is, van változás rendesen, közben miközben használjuk a szuper akkor is látszódik. Egy szóval nekem összességében bejön ez a remodel, írjátok le, hogy ti mit gondoltok róla. Nekem nagyon adja. Nézzük is a következő skinünket, ami nem más, mint a Masked Daryl, és ennek az ára, mivel ezt majd meg lehet vásárolni a shopban, nem más lesz, mint 80 gem. Így van, 80 gemért fog bekerülni ez a skin, szóval ennyiért tudjátok majd megszerezni, aki szeretné esetleg. Hát most, mivel ugye az egész update magáról, a futballról, avagy a fociról fog szólni, és egy-kettő ilyen kis infót azért láthattok is, hogy Food Brawl, ugye itt van karakter neve, valószínűleg így lesz elnevezve maga az egész event, ami a játékban be fog kerülni, vagy nem biztos, csak lehetséges. De minden esetre ugye ez az update, ez a fociról fog szólni, nem hiába kaptunk ugye új hátteret, új zenét, és a többi. Itt ugye a karakterek is próbálják majd ezt az irányt képviselni, úgyhogy Daryl is pontosan ilyennek öltözött be, és látjátok azt, hogy a lövési effektusa is más, tehát itt nem csak egy remodelről van szó, nem csak az, hogy máshogy néz ki a skin, nem is átszínezés, hanem mert teljesen más a modell, egy focilabda az egész karakter, és ugye itt maga a lövési effektusa is más, konfettiket lő ki folyamatosan magából, nagyon színessé teszi a játékot, és valószínűleg akik ilyen Daryl játékosok, azoknak be fog jönni ez a skin, hiszen szerintem alapból, amikor gurult is Daryl, sokan azt képzelték oda, mintha egy labda lenne, mert úgy néz ki ez a szuperje, amikor eltolja, hát így most már nem csak oda kell képzelni, hanem valójában egy labdáról van szó, és amikor használjuk a képességet, akkor ugye látható ez is, hogy ténylegesen egy labda a maga Daryl. Szóval szerintem ez a Masked Daryl egyébként nagyon meg fogja érni az árát. 80 gemért sokszor kaptunk már rosszabb skineket, és ugye Witch Mortis és ugye arra is jó, hogy ez a Masked Daryl, hogy átszázzuk magunkat a labdának. Hát ez ellenfelek észre se tudnak venni minket. Hát azt se tudják, hogy hol a labda. A labda viszi a labdát. Hát hogy történhet ilyen a világban? Szóval bele lehet ugye simulni így a környezetünkbe, aztán meglepni őket, kinyírni, és gólt lőni, és dír-dór nyerni. Szóval összességében nekem nagyon bejön ez a skin, írjátok le, hogy nektek hogyan tetszik, és meg fogjátok esetleg vásárolni. Én nagyon gondolkozom rajta. Itt láthatjátok is ugye a lobbyban is, hogy hogyan néz ki, és hogy milyen a mozdulata. Nagyon vagány. Nagyon vagányok azok a kesztyűk. Egyszerűen enni való ez a karakter. De a következő screenre áttérve, ami nem más, mint a College Ems, ugye ezt tudjuk jó, hogy Star Pointért lesz megszerezhető maga a karakter, de nagyon sok olyan téves információ keréget e körül, hogy 10 000-be fog kerül, és a többi, és még sokan így is voltak olyanok, akik megvették volna. Hát egy jó hírem van számotokra, hogy ez a skin 500 Star Points-be fog kerülni. És 500 Star Points-ért azonnal vásárolandó.
azonnal 500 tárpoincért. Tehát sokan így is úgy voltak vele, hogy 10 000-et is megvették volna. Hát srácok, ez 20-ad annyiba fog kerülni most. 20-ad annyiba 500 tárpointért meg lehet ezt szerezni. Ugye itt csak egy reskinről van szó, mondhatjuk azt, inkább egy recolorről, tehát mások a színek. Itt nem láthatunk olyan nagy változásokat, mint ami egyébként észrevehető volt mondjuk például a Masked Darylnél. Nem lesznek mások az effektusok. Úgyhogy erről a Kali Gems skinről ennyit, ezt tárpointért tudjátok majd megvásárolni a shopban 500-ért. A következő tárpointos skin pedig nem más, mint a Dark Bunny Penny, ami 10 000 starpointért lesz megvásárolható a shopból, és Jézusom, hát akik szerették a Dark Knight Jessie-t, ezt mindenféleképpen be kell zsákolni, akik oda vannak ezekért a sötétebb vonulatú skinekért. Ugye itt fontos tudni, hogy ez egy olyan skinnek maga az ingyenes változata, hiszen ugye starpointért meg lehet vásárolni, ami alapjáraton ugye gembe kerülne, így itt nincsen különböző effektus. Például az alaplövésünk teljesen ugyanolyan, mint az alap Penny-nek, egy szóval nem az, amelyik esetleg Bunny Penny-nek volt, ugye, hogy répát lőtt ki, hanem sima shotjai vannak, és ugyanúgy a mortár lövései sem mások, viszont ugye a mortár az át van modellezve, és ugyanúgy maga Penny is, illetve teljesen más szint kapott, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy 10 000-ért egyébként egy megérő skinről van itt szó, és látjuk a gadgetet is elhasználva, Jézusom, ez a szinergia, azt a mindenit, én is így fogom használni egyébként. Vigyétek azt a Star Power-t, és vigyétek a gadgetet, Jézusom, atya ég, mekkora kombó. Úgyhogy összességében szerintem egy jó skinről van szó, nekem nagyon tetszik, így felülnézetből is ugye oltárian sok különbség van egy alap Penny modell között, tehát már ezért megéri, akinek rengeteg Star Points-a van, most már van mire költeni. A következő és egyben az utolsó skinünk pedig nem más, mint a PSG Shelly, ugye amit meg lehet szerezni majd a PSG kupa kivitelével, hogyha ugye 9-t össze tudunk hozni majd Brawl Ball mérkőzések során, lesz ugye jó pár esélyünk, ebben is erről is beszéltünk ugye már a Brawl Talkban, de ezt tudjátok és valószínűleg, viszont ugye azt is tudjátok, hogy ha esetleg nem sikerül ugye kivinni magát a kupát, a bajnokságot, akkor is meg lehet szerezni ezt a skint a shopból, tehát megvásárolható lesz egy pár héten keresztül, még addig, amíg ugye ez a lehetőség él, és addig 80 gemért lehet majd beszerezni azt a skint. Ugye a modellünk az egy kicsit másabb, a fegyver ugye teljesen más lett, itt egy vuvuzellát kaptunk, mondhatjuk annak, ami valószínűleg egy sűrített levegővel fel van fújva, és azzal lövöldözik így Shelly, láthatjuk közben egyébként a gadgetet is elhasználni. Maga egyébként a modell az olyan nagyon sok mindenben nem különbözik, gyakorlatilag ugyanúgy megmaradt ez a haj, ami Shellynek van, viszont ugye rajta van a PSG mez, és ott van egy új fegyvermodell, és ne feledkezzünk el arról, hogy ez teljesen ingyen, ez tényleg teljesen ingyen meg lehet szerezni, itt se star points, se gem nem szükséges, egyszerűen csak skill a játékban, és egy minimális szerencse, hogy olyan társakat kapjál ki, vagy olyan társakkal menjél, és olyan ellenfeleket kapjatok ki, akik esetleg nem lesznek annyira erősek. Ha megvan az a 9 win, akkor megvan ez a skin teljesen ingyen. Úgyhogy ajánlom mindenkinek figyelmébe, hogy vigye ki mindenféleképpen azt a challenge-et, és játssza le legalább. Ha esetleg nem is sikerül kivinni, adjon meg annyi esélyt magának, mert ingyen lehet majd így jutni egy skinhez. Én nekem ez a skin is nagyon tetszik. Egy kicsit szerintem felfrissíti az alap Shelly modellt, és biztosan ezt fogom használni nyáron egész végig Shellyvel, hiszen akinek nincsen ugye skinje esetleg erre a karakterre, ez egy nagyon jó alternatíva lehet arra, hogy mégse tűnjünk csak ilyen alapjátékosoknak, hanem igen, és kivittük azt a kupát, hát vagy megvásároltok 80 gemért, de én azon leszek, hogy sikerüljön ezt megszerezni. Mert azért mondjuk azt, hogy 80 gemért nem biztos, hogy annyira megéri ez a skin, egyébként így is sok skinnel összehasonlítva még mindig megérős lehet, de a legjobb az, ha ingyen meg tudjuk szerezni, challenge-et teljesítve. Szóval srácok, ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy olyan infokat tudtam közölni veletek, amiket eddig esetleg nem tudtatok. Láthattátok itt a modellt és hogyan viselkedett, annak köszönhetően, hogy lúzolt, ugye belerúgott a levegőbe. Szóval azért van itt egy-két olyan újdonság, amit esetleg nem vettünk észre, de írjátok le mindenféleképpen a komment szekcióban, hogy ti mit gondoltok erről az update-ről, hogy tetszenek ezek az új skinek, és hogy melyik tetszik esetleg.
esetleg legjobban nektek, vagy melyik az, amiket be fogjátok szerezni. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, hatalmas feliratkozást, és a következő videóban vagy streamben találkozunk, legyetek addig is jók, sziasztok! Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció, egérpad, póló, bögre, vagánybögre, és még plüsmaci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek csúszi.hu!